Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Jön a vármegye és országbérlet, május 1-től olcsóbban utazhatunk a tömegközlekedéssel. Évértékelő és idei tervek, megtartotta közgyűlését a Dombóvári Sportszövetség. Lassan vége a fűtési szezonnak, Szekszárdon sikerült spórolnia a szolgáltatónak. Bőven akadt dolguk a tűzoltóknak, áprilisig közel 50 lakástűzhöz vonultak a lánglovagok. Május 1-től az új bérletekkel teljes vármegyét, sőt akár az egész országot be lehet majd utazni. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be még februárban. A kedvezményes tömegközlekedési lehetőség a buszos és a vasúti utazásnál egyaránt igénybe vehető lesz. Fischer Sándor, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint ez az ingázók versenyhátrányának csökkenéséhez is vezethet. Hamarosan jóval olcsóbban utazhatunk majd buszon és vonaton egyaránt. Orbán Viktor miniszterelnök még februárban jelentette be a kedvezményes lehetőségeket. Akik tömegközlekedéssel járnak dolgozni, ezzel komoly összegeket spórolhatnak meg. Bevezetjük a kedvezményes vármegye bérletet is. Május 1-ével buszra és vasútra egyaránt érvényes, havi országbérletet és vármegye bérletet ajánlunk. A vármegye bérlet 9450 forintba, a havi országbérlet 18900 forintba kerül majd. Tehát jelenleg, aki például egy 35 kilométeres bérletet vásárol, az közel 25 ezer forint havonta. Május 1-től ez mindössze 9450 forintba fog kerülni, és tömegközlekedéssel gyakorlatilag bárhová el tud utazni Tolna vármegyében. Szekszárdi vagyok, de elkerültem 5 éve Tatabányára, nekem is mondjuk jó lesz. Azok, akik utazásaik során rendszeresen átlépik a vármegye határt, 18900 forintért az ország egész területére érvényes országbérlet vásárolhatnak. Ennek előnye, hogy így akár egyetlen bérlettel keresztül utazhatjuk hazánkat. Tökéletes, biztos nagyon jó, mert hát nagyon sok embernek azért nagyon nagy segítség, mert nagyon drágák a buszjegyek is, vonatjegyek is, és azért így eljut az ember az ország több helyére, és jobban rászánja magát, nem csak a mi korosztályunk, hanem a fiatalabbak is. A tanulók egyébként mindkét esetben 90%-os kedvezményt vehetnek igénybe. Ez egy vármegye bérlet esetén mindössze 945 forint lesz. Oké, Hőgyészről járok, tehát onnan sokkal kedvezőbb lenne ez a megoldás. A teljes áru bérlet díjának 86%-át térítik meg a munkáltatók, így vármegye bérlet esetében mintegy 1300, országbérlettel kicsivel több, mint 2600 forint saját költségen lehet majd utazni. Fischer Sándor, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint ez az ingázók versenyhátrányának csökkenéséhez is vezethet. Megéri távolabbról is alkalmazni embereket, ami a munkaerőhiány mérséklődéséhez is vezethet. Ez már nehezebb magas a munkabéreket adni, mert most már a munkabérek azért emelkedtek az elmúlt visszaszokban. Ezért egyéb lehetőségeket kell biztosítani. Ilyen ez a munkapályárás és a egyéb dolgok. Ezeket próbálják a munkáltatók kihasználni annak érdekében, hogy a szakképzett, tapasztalt munkaerőt meg tudják őrizni. Az új bérlet konstrukció révén a munkáltatók mellett a kis- és középvállalkozások utaztatási költségei is csökkennek. Április 20-án kezdődik az óvodai iskolai beiratkozás Tolna vármegyében is, ugyanúgy, mint az egész országban. Minden gyermeknek, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik évét, szeptembertől legalább napi 4 órában óvodai nevelésben kell részesülnie annak érdekében, hogy időben elkezdődhessen a közösségbe szoktatása és felkészítése a majdani iskola kezdésre. Támogatások, díjak, szervezés idén is folytatja munkáját a Dombóvári Sportszövetség. A tavalyi évet jó eredményekkel zárták, 2023-ban pedig jó hírekkel szolgáltak a helyi sportegyesületek számára. Az éves támogatások keretösszegét 10 millió forinttal növelte az önkormányzat, számos díjat nyertek el a sikeres sportolók, és több programot is szerveznek még az idei évben.
Megtartotta éves közgyűlését a Dombóvári Sportszövetség. A helyi szervezeteket felölelő társulás számára pozitív eredményekkel zárult a 2022-es év. Szabó Csaba elnök stábunknak elmondta, a tavalyi évben is szép számmal osztottak ki díjakat a kiemelkedő sportolóknak, de több rendezvényt is szerveztek a városban. Idén folytatódik a munka, elsőként az éves sporttámogatások elosztására került sor. Dombóvár város az idei felosztható keretösszeget 10 millió forinttal megnövelte. Nagy-nagy boldogságunkra, háborús helyzet ide, gazdasági helyzet romlása oda, de azért valahonnan csak a szalmazsáknak a mélyéről úgy gondolták, hogy a sport érdemel még plusz 10 millió forintot. 24 egyesület pályázott, mind a 24-en kaptak sporttámogatást, a 24-ből 18 egyesület annyit kapott, amennyit kért, 6 pedig kicsit nagyobbat álmodott, ők valamennyivel kevesebbet kaptak, mint szerettek volna, de hozzá kell, hogy tegyem, hogy mind a 6 egyesület viszont többet kapott, mint a 2022-es évben. Az idei évben is tehetett javaslatot a Sportszövetség a Buzánszky Jenő ösztöndíjasokra, ezúttal 16-an részesülnek a támogatásban. A Buzánszky Jenő díjra pedig 3 dombóvári sportolót javasoltak. A sportolás mellett kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezők számára megalapított Péter Gyula díjra a dombóvári karatesuli tagját javasolták. A díszpolgári kitüntetésre vonatkozó ajánlásukat támogatta a város, így Miszlai József érdemelte ki az elismerést. Van még egy kicsit kakuktojás dolog, de ebbe is mint koordinációs szerepkört kell, hogy vállaljunk. Az országos szívklubnak, az országos rendezvényének a házigazdája az idejében augusztus 20-a táján 3 napon keresztül Dombóvár települése lesz, tehát a Dombóvári Szívklub, tehát ezen a 3 napos megmozgatásos aktív eseményen is a szívklubosok várják a mi segítségünket, a támogatásunkat, a szakértésünket, természetesen mi ezt meg fogjuk nekik tenni. Mindezek mellett május 31-én szervezik meg a kihívás napját, csatlakozva az országos rendezvénysorozathoz, majd szeptemberben a hagyományos sportág választó programra is sor kerül. A koronavírus ellen beoltottak száma 6.422.221, közülük 6.210.305-en a második, 3.905.275-en a harmadik, 425.531-en pedig már a negyedik vakcinát is megkapták, közölte a koronavírus sajtóközpont a múlt heti összesített adatokat ismertetve. Azt írták, az előző héten 528 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2.200.739-re nőtt az azonosított betegek száma. A múlt héten meghalt 10 többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 48.838-ra emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2.147.822, az aktív fertőzöttek száma pedig 4.079-re nőtt. Tudatták azt is, hogy jelenleg 379 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen. Társadalmi egyeztetés indul a kormány tisztviselői bértábla módosításáról, amelyet a közszolgálati szakszervezetek kezdeményeztek, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A tervezet szerint a közszféra béremelése az orvosok, ápolók, pedagógusok, rendőrök, katonák után a központi és a területi igazgatásban dolgozó kormány tisztviselőkkel is folytatódna, írták. A KTK tájékoztatása szerint a tervezetről még nincs kormánydöntés. A társadalmi és szakmai egyeztetést követően a kormány a jelenlegi háborús és szankciós helyzetben mérlegelni fogja az intézkedés hatásait. A kormány tisztviselői bértábla legutóbb 2019-ben változott, a megyei és járási kormányhivatali tisztviselőknél legutóbb 2020, majd ezt követően 2022-ben volt átlagosan 10%-os emelés, olvasható a közleményben. A társadalmi egyeztetésre bocsátott bértábla nem a politikai és a közigazgatási vezetők, hanem a náluk alacsonyabb szintű tisztviselőkre vonatkozik. A béremelés nem lenne automatikus, hanem lehetőség a munkáltatók részére, írták. A tervezet szerint a béremeléshez a kormány költségvetési forrást oly módon biztosít, hogy elrendeli az álláshelyek 10%-ának elvonását, és az ezáltal felszabaduló bértömeget nem vonja el, így az béremelésre lenne fordítható.
Bár még mindig melegek a radiátorok a távhővel fűtött szekszárdi lakásokban, a szolgáltató így is 10% körüli megtakarítással zárhatja a szezont. Ez a szokatlanul enyhe télnek köszönhető. Még fűtenek a radiátorok a szekszárdi lakásokban. A szezon tavaly októberben kezdődött és május közepéig tart, de ha az időjárás megengedi, bármikor elzárhatják a rendszerben keringő forró vizet. A Tolnai vármegye székhelyen 5600 ingatlan ellátását biztosítja a helyi távhőszolgáltató cég. A vállalat vezetője azt mondja, az enyhe télnek köszönhetően és a kormányzati elvárásoknak megfelelően a most véget érő idényben jelentős megtakarítást értek el. 25%-ot kellett megtakarítani az állami önkormányzati intézményeknek. Gyakorlatilag jó részt ez be is jött úgy, hogy a körülbelül éves szinten a teljes távhőben körülbelül 10%-os gázmegtakarítás történt. A szolgáltatást akkor állítják le, ha 12 Celsius fölé megy a napi átlag hőmérséklet, vagy az 3 egymást követő napon meghaladja a plusz 10 fokot. Erre várhatóan már jövő héten sor kerül, de ha a lakóközösségek kérik, a rendszer bármikor elindítható. Az éves karbantartási és fejlesztési munkák pedig májusban indulnak a tervek szerint. Szeretnénk azért ilyen szakaszoló átzárókat beépíteni, ha bármilyen probléma van, akkor biztonsága tudjuk zárni. Vannak terveink, más a fűtőműben is, ilyen fejlesztése csak pénzkérdése, hogy lesz-e rá, vagy nem, az a kérdés. Arról, hogy a 100%-ban önkormányzati tulajdonú szolgáltató milyen fejlesztéseket és karbantartási munkákat végezhet el, vagyis hogy ezekre mennyi pénz jut, a közgyűlés tagjai döntenek. Márciusban 72.300 személygépkocsi cserélt gazdát idehaza, ami 12%-kal haladja meg a februári 64.600-as mennyiséget. Tavaly augusztus óta először fordult elő, hogy a belföldi átírások száma átlépte a 70.000-es szintet. A használt piacon az idei év első három hónapjában 204.631 személyautó cserélt gazdát. Ez a mennyiség mintegy 6%-kal marad el az előző év hasonló időszakában regisztrált 217.181-től. A forgalomba helyezett új kocsik száma 29.561 volt, ami 3%-kal haladja meg az egy évvel korábban mért 28.688-at. Márciusban 11.500 új személyautót helyeztek magyar rendszámmal forgalomba, így a tavalyi évvégi mélypontról a használt import is tudott erősödni. Április 27-én rendezi meg a Nők a Tudományban Egyesület a Lányok Napja elnevezésű programot, amelyre immáron 12. alkalommal várják a tudományok, a technológia és az informatika világa iránt érdeklődő fiatalokat. Az esemény alkalmából ezen a napon idén is számos nagyvállalat, egyetem és kutatóintézet nyitja meg a kapuit a fiatalok előtt országszerte, hogy bepillantást nyerhessenek a műszaki és természettudományok gyakorlati alkalmazásaiba. A kezdeményezés célja, hogy a pályaválasztás előtt álló általános iskolás és középiskolás diákok tapasztalatot szerezzenek a jövő munkahelyeiről. Az eseményen kiderül, hogy egyebek mellett hogyan tölti munkanapját egy szoftvertesztelő, közlekedésmérnök vagy épp egy kutató. A programok ingyenesek, azonban regisztrációhoz kötöttek, amit a lányoknapja.hu weboldalon tehetnek meg az érdeklődők. A szervezők tájékoztatása szerint azért fontos a rendezvény, mert míg a munkaerőpiacon egyre jobban felértékelődnek a technológiai és informatikai ismeretek, a nők közül még mindig lényegesen kevesebben választják ezeket a szakterületeket, ami nagy hatással van arra, hogy természettudományos és informatikai szektorban évek óta munkaerőhiány tapasztalható. 2023-ban már bőven akadt dolguk a tűzoltóknak. Áprilisig közel 50 lakástűzhöz vonultak a lánglovagok. A szakemberek szerint ezek az adatok is jól mutatják, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a füstérzékelő eszközök beszerzése.
A Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság is összegezte az elmúlt negyedévet a lakástüzek vonatkozásában. Idén eddig 43 esetben vonultak a lánglovagok. Egyébként itt 690 négyzetméternyi épített terület vált a lángok martalékává. Ez több mint 20 órát vett igénybe már, mint ezeknek a keletkezett tüzeknek az eloltását. Hárman egyébként sérültek meg ezekben a tüzekben, és 106 fecskendőt kellett ezekre a helyszínekre riasztani az igazgatóságnak. Az imént említett adatok azt is mutatják, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a füstérzékelő eszközök beszerzése, hiszen a berendezés időben tud jelezni, ha baj van. Erre a legutóbbi példa itt április 12-én egyébként Grábócon, az Zrínyi utcában. Itt a Szekszárdi Kutató és Mentő Egyesület polgárőrökkel kiegészülve egyébként az éjjeli órákban járt a Grábóc környékén a területeket, ugyanis ott egy eltűnt szemét kerestek. Egy drón, illetve hőkamera segítségével vizsgálták az ottani környezetet, és ők pillantották meg egyébként ezt a tüzet a távolból, ők észlelték, ők siettek a helyszíne, és egyébként ébresztették fel értelemszerűen az akkor már az éjszakai alvást töltötték, vagy az ottani lakók, és ebbe riasztották egyébként álmukból a köztük két kiskorú gyereket is, ennek köszönhetően egyébként megmenekültek. Az első negyed évben a legnagyobb lakástűz egyébként még januárban történt Nagyszékelyen. Ott egy háza, a hozzátartozó melléképület vált teljes mértékben a lángok martalékává. Regionális híreink következnek. Koszorúzás és plakátkiállítás a Cserepka iskolában a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. Pécsről indult a vándorkulcs, 300 éve kezdték a németek betelepítését Magyarországra. Fut a falu, a budapesti atlétikai VB-re féláron juthatnak be a résztvevők. Hagyományteremtő céllal az intézmény bejáratánál lévő Radnóti szobornál tartott megemlékezést a pécsi Cserepka iskola közössége. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjához kapcsolódva az aulában plakátkiállítással is készültek. Az intézményben szeretnék, ha az utóbbi években funkcióját veszített Radnóti szobor újra az iskola életének szerves része lenne. A magyar kormány 2000-ben határozott arról, hogy április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja legyen. 1944-ben a náci megszállókkal együttműködő magyar közigazgatás és rendvédelem tagjai ezen a napon kezdték meg az első gettók és gyűjtőtáborok felállítását a korabeli Magyarország kárpátaljai területén. A pécsi Cserepka iskola közössége az emléknaphoz kapcsolódva hagyományteremtő céllal koszorúzást és megemlékezést tartott az intézmény előtti Radnóti szobornál. Kiinduló pont ez a holokauszt áldozatainak emléknapja. Tehát itt van egy szobor, ami évek óta gyakorlatilag úgy, legalábbis számunkra úgy tűnik, hogy funkcióját vesztette. Valamikor ez a Radnóti Miklós úttörőcsapat volt, úgy tűnik, hogy rendszerváltásra ez is, ezzel a rendszerváltással együtt a szobor is feledésben, és azt gondoltuk, hogy a holokauszt áldozatainak emléknapja, noha ugye, mint ezt hallottuk is, hogy Radnóti Miklós egy hitehagyott zsidó volt, de mégis azért a hite miatt gyilkolták meg, azt gondoltuk, hogy ezt a kettőt össze tudjuk kapcsolni. A megemlékezésen személyes hangú beszédet mondott Goldman Tamás, a pécsi zsidó hitközség elnöke, aki azokról a hősökről beszélt, akik sok zsidó életét mentették meg. Vannak hősök, ilyen például ugye az említett Halasi Olivér, akikkel viszont nagyon jól lehet azonosulni, és nagyon fontos, hogy találjanak olyan fix pontokat az életükben, akikhez tudnak viszonyulni, és el tudják képzelni, hogy na, akár én is lehettem volna egy ilyen körülmények között, aki segít embereken, és szerintem Halasi Olivér egy ilyen ember. Az emléknaphoz kapcsolódva az iskola aulájában plakátkiállítással is készültek. Ezen felül 12. osztályos tanulók látogattak el a gimnáziumi évfolyamokba, és meséltek nekik a holokausztról. Ugye az alsóbb évfolyamok még nem feltétlenül tudják, hogy ez mit jelent. Illetve Székely Éva interjúját tekintettük meg, 2020-ban sajnos elhunyt, de a története itt egy sportiskolában igazán időszerű lehet. Az intézményben szeretnék, ha az utóbbi években funkcióját veszített Radnóti szobor újra az iskola életének szerves része lenne. A Koch Valéria gimnáziumban kezdte meg útját az Országos Német Önkormányzat Vándorkulcs kampánya. A projekt pécsi állomásán az intézmény diákjai adtak elő műsort a német családok betelepülésének emlékére.
Vándorkulcs kampányt indított az Országos Német Önkormányzat a magyarországi németek betelepülésének 300. évfordulójának alkalmából. Ez a mai program egy éves kampányprogramnak az indító rendezvénye, a magyarországi németek betelepüléséről van szó, amelyek most 300 éves jubileumát ünnepeljük. 1722-23-ban volt az a rendi országgyűlés Pozsonyban, amely hivatalossá tette a német telepesek érkezését Magyarországra, és ez a kiinduló időpont tulajdonképpen. A képzeletbeli kulcs, mely az új haza megnyílását jelképezi, az akkor betelepült német családok számára egy hartai festett ládikában fog vándorolni az ország több mint 40 intézménye között. Ez a ládika egy hartai festett láda, amiben a kulcs van, ez az országban vándorolni fog. Egyesületek, iskolák, német önkormányzatok jelentkezhettek a fogadására, és ahol a kulcs és a ládika van, ott annak az adott településnek a betelepítési történetével fognak foglalkozni, és mindenki elhelyez valami emléket a ládikában. Az iskolások műsora mellett Englender Néhok Ibolya, a magyarországi németek önkormányzatának elnöke is beszédet mondott, és elmondta, a kampány többek között a fiatalok körében is fontos szerepet játszik a hagyományok megőrzésében. Nagyon fontos számomra az, hogy a sváb holtartozásomat ki tudjam gyakorolni, és ezek a projektek segítségével ez működik és sikerül. Az országos kampányt a ládika visszaérkezésével egy konferenciával egybekötött kiállítással fogják zárni ünnepélyes keretek között. Fut a falu elnevezéssel különleges versenyt rendeztek Pogányban, összesen 6 távon. A rendezvény, amely során a Nevetnikék Alapítványt is támogathatták a résztvevők, része volt a világ 3. sporteseménye, az atlétikai világbajnokság felvezető eseményeinek, így minden nevező 50% kedvezményt kap a budapesti világbajnokság belépőjegyárából. A csepergő eső ellenére is sokan vállalkoztak arra, hogy a futaföldese tavaszi versenyén és sportnapján kipróbálják magukat. A rendezvényen összesen 6 táv közül választhattak a résztvevők. Ez a futafalu verseny, vagy futafalu futóverseny lesz a mai napon, amit a Magyar Falu civil program keretében tudunk megcsinálni, és a 2023. évi budapesti atlétikai világbajnokság, ami a világ 3. legnagyobb sporteseménye, kiválasztotta a versenyünket és a program részévé tette. Először az 5 kilométeres távmezőnye rajtolt el, őket követték az ovis, végül az iskolás futamok. Hát én az 5 kilométeren neveztem, hála Istennek a kutyusom is eljöhetett, mert szervezőket megkérdeztem, úgyhogy amit magamon ki tudok hozni, tehát azt várom igazából. A résztvevők többsége már nagyon várja augusztus 19-ét, hogy elrajtoljon a budapesti atlétikai világbajnokság. Alig várjuk, hogy elkezdődjön a rendezvény, személyesen is szeretnénk megtekinteni, szurkolunk a magyaroknak természetesen, meg mindenkinek. Eljönnek a világ legjobbjai. Egy hatalmas élmény lesz biztosan. Mivel a rendezvény, mely során a Nevetnikék Alapítványt is támogathatták a résztvevők, része volt a világ 3. sporteseménye, az atlétikai világbajnokság felvezető eseményeinek, minden nevező 50% kedvezményt kap a budapesti világesemény belépőjegyárából. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Jön a vármegye és országbérlet, május 1-től olcsóbban utazhatunk a tömegközlekedéssel. Évértékelő és idei tervek, megtartotta közgyűlését a Dombóvári Sportszövetség. Lassan vége a fűtési szezonnak, Szekszárdon sikerült spórolni a szolgáltatónak. Bőven akadt dolguk a tűzoltóknak, áprilisig közel 50 lakástűzhöz vonultak a lánglovagok. Csütörtökre az ország túlnyomó részén napsütéses, nyugodt időjárás várható, csak gyenge vagy időszakos mérsékelt felhősödések zavarják meg helyenként a szikrázó fényeket. Elsősorban a délután folyamán kialakulhat ezen a napon is egy-egy futó zápor, de kevesebb helyet érintően, mint az elmúlt napokon. Délután a Tiszántúl északi térségében felélénkül kissé meg is erősödik az északkeleti szél, másút gyenge vagy mérsékelt légmozgás lesz a jellemző. Este, éjjel gyenge felhőzet, nagyrészt csillagfényes égbolt várható. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!